Hello, sziasztok, és nagyon szép jó napot, valamint kellemes, mosolygós, vidám vasárnapi napot kívánok mindenkinek. Üdvözlettel Frici Balatonfüredről. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, én úgy gondoltam, hogy ezen a vasárnapi napon leforgatok néktek egy újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétáló, sértelmetlen gagyi videót. Ha gondoljátok, tartsatok velem Fricivel ebben az újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videóban, amit ezúttal itt Balatonfüreden fogok néktek rögzíteni. Köszöntök mindenkit amúgy innentről Balatonfüredről, és ugye a videónak a felvezetőjében konkrétan a Balatonfüredi vasútállomásnak az épülete volt látható. Hát lányok és fiúk, tisztelt hölgyeim és uraim, ez egy újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videó lesz tőlem, Fricitől, ahogy már megszokhattátok, amit ezúttal itt Balatonfüreden fogok néktek rögzíteni. Ha gondoljátok, tartsatok velem Fricivel ebben az újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videóban, ahogy mondottam, amit itt fogok Balatonfüreden rögzíteni. És akkor lassacskán bele is vágunk ebbe az újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videóba. Ha gondoljátok, akkor tartsatok velem. Jöjjön hát a videó, és ahogy mondottam, tartsatok velem. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, amit láthatjátok ott a háttérben, amit épületet éppen most mutatok néktek, az konkrétan a Balatonfüredi vasútállomás egyébként, ami így néz ki. Hát lányok és fiúk, tisztelt hölgyeim és uraim, ahogy mondottam, itt vagyok ugye Balatonfüreden, és most én úgy gondoltam, hogy itt fogok egy pár darab videót végbevinni, itt Balatonfüred területén, hát úgy igazából még nincs is videó úgy a csatornámon, úgy ámblok Balatonfüredről. Hát így hát időszerűnek éreztem azt, hogy egy kicsit ide is eljöjjek videózgatni, és akkor lassacskán bele is vágunk ebbe az újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videóba. És akkor egy kicsit így körülnézünk, hogy tulajdonképpen honnan is indítom ezt a videót. Hát ugye arra felé van ugye a vasúti aluljáró, tehát arra felé van az aluljáró, de mi nem arra felé fogjunk elindulni ebből a sétával, hanem a másik irányba. Így hát fordulok egy 180 fokot, és akkor lassacskán bele is vágunk ebbe az újabb videóba. Ha gondoljátok, tartsatok velem Fricivel ebben az újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videóban, amit ezúttal itt Balatonfüreden fogok néktek rögzíteni, és ahogy mondottam, ez pedig itt szembe a Balatonfüredi vasútállomás épülete. És akkor szépen fordulok is tovább, és akkor szépen elindulunk arra befelé a város felé, úgyhogy el is indulunk, nem is húzom tovább az időt. Hát lányok, amit tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, amit látjátok, én már el is indultam ebből az újabb videóval, itt Balatonfüred területén ezúttal. Hát én úgy gondoltam, hogy úgy Balatonfüredről úgy igazándiból nincs is videó a csatornámon, így hát időszerűnek éreztem azt, hogy Balatonfüredről is készítsek egy pár darab videót, rögzítsek néktek, hogy a csatornámon legyen ilyen is. Amúgy ez itt egy P+R parkoló egyébként, ahol éppen én most bóklászok. Gondolom ez már feltűnt nektek már a videó elejében, hogy valójában ez egy P+R parkoló, amit természetesen be is van kamerázva, mert tényes valójában van kamerázva ez a P+R parkoló, amit láthatjátok, és akkor haladunk is kifelé innen a állomás irányából el, és akkor elindulunk befelé a városközpont felé tulajdonképpen, és most arra fogok majd szépen fölmenni majd, ennek az utcának a végén majd balra fogok kanyarodni, rá fogok térni valójában az Ady Endre utcára, és ott szépen föl fogok baktatni a városközpontba. Föl fogok sétálni konkrétan, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk. Ha gondoljátok, akkor tartsatok velem Fricivel ebben az újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videóban, amit ezúttal itt Balatonfüreden rögzítek néktek. És akkor szépen haladok is előre felé tulajdonképpen. Amúgy itt van a régi állomás épület, tehát ez Balatonfürednek a régi állomás épülete, ez a sárga, amit látható. Mert ugye amit előbb mutattam állomás épületet, ugye a videó elején, az a Balatonfüredi új állomás épület, ez pedig több mint valószínű, hogy ez az épület, ami itt látható, ez a régi állomás épület. Lányok és fiúk, tisztelt hölgyeim és uraim, és akkor szépen haladunk is tovább.
ebből a videóval, meg ebből az egésszel, dologgal. Hát lányok és fiúk, ahogy mondottam, ugye itt Balatonfüreden boklászok éppen. És akkor menjünk is előre felé. És ahogy mondottam, ugye ez pedig itt a régi állomásépület, ami itt látható. Mert az új állomásépület az ott van tulajdonképpen, tehát az ott maga az új állomásépület, a fehér ott a távolba. Én meg ugye tulajdonképpen onnan indítottam ezt az egész videót, tehát abból az irányba indítottam, tehát ott van ugye a P plusz R parkoló arra felé. És akkor fordulok tovább, és akkor haladok is tovább, nem is húzom az időt, mert olyan túl hosszúra nem akarom elnyújtani ezt a videót, mert annak aztán semmi értelme nem lenne, ha baromi hosszú videókat csinálnánk. Hát lányok és fiúk, akkor szépen haladunk előre felé. Ja, amúgy ezt a videót gondolom feltűnt nektek, hogy nem a kamerámmal készítem, nem az akciósport kamerámmal készítem, hanem egy régi okostelefonnal, ami egy Lark okostelefon tulajdonképpen, és most ebben rögzítem tulajdonképpen ezt a videót. Hát itt is ugye azért a minőséggel vannak gondok, hogy elnézem a kép minőséggel. Főleg úgy, hogy rezeg az egész, meg mozog az egész, tehát egyáltalán nem, nincs benne ugye stabilizátor. Tehát ugye ezt tudni kell ezekről a öreg okos telefonokról, mint például ez is, amivel ezt a videót rögzítem, hogy ebben nincsen képstabilizátor, csak kimondom. Hát lányok és fiúk, akkor haladunk tovább. Amúgy ez egy tényleg egy nagyon öreg okos telefon, hát már idestova 3 éves ez a telefon. Hát valójában ez az első okos telefonom volt, meg még az is, máig napig is, csak ugye már nem nagyon használom. Csak gondoltam, kipróbálom így videózás céljából, hogy hogy viselkedik, meg hogy mit is produkál tulajdonképpen ez az öreg okos telefon, ami tényleg baromi öreg, tehát ahogy mondottam, megközelítőleg 3 éves ez a telefon, amivel ezt a videót rögzítem. Hát igen, és látszik is sajnos a képnek a minőségén, hogy elég gyatra. Tehát legalább olyan gyatra, mint az akciósport kameráé, vagy még gyatrább, hogy ezt én így elnézem. Ja, tehát eléggé gyatrának tűnik ez a felvétel. Azért az akciósport kameráé is elég gyatra, tehát ez aztán még szerintem gyatrább. És akkor itt föl is megyünk a járdára, még mielőtt itt elvasalnának. És akkor lassan, de biztosan ki is érünk az Ady Endre utcára tulajdonképpen. És itt van egy szökőkút letéliesítve, amint látjátok, tehát itt ugye egy szökőkút van letéliesítve konkrétan. És ugye ahogy mondottam, hogy itt vagyunk Balatonfüreden, itt szemben van egy patika, gyógyszertár, és ahogy mondottam, itt le van téliesítve egy szökőkút. Ezt onnan tudom, hogy szökőkút, mert az, mert nyáron is voltam itt Balatonfüreden, és tudom, hogy az. És akkor haladok is tovább ebből a videóval. Mivel az újabb spontán amatőr vágatlan sétálós értelmetlen gagyi videóval. Lányok és fiúk, akkor tartsatok velem ebben a videóban is természetesen. És akkor, hogy itt van ugye még ebből a szögből is megmutatom ezt a letakart, letéliesített szökőkutat. Amúgy itt egy nagyon szép kis park van kialakítva egyébként itt a szökőkútnak a közvetlen környékén. Van egy buszmegálló. És akkor szépen haladunk is tovább ebből a sétával, itt Balatonfüred területén még mindig természetesen. Hát lányok és fiúk, ha gondoljátok, tartsatok velem ebben az újabb spontán amatőr vágatlan sétálós értelmetlen gagyi videóban. És ahogy mondottam, már ki is érkeztünk az Ady Endre utcára. Ez itt tulajdonképpen az Ady Endre utca, ahol én most jelenleg kértem. Arra szembe az nem tudom tovább milyen utca, meg hogy hova vezet, de most nem is arra fogok menni, hanem itt csinálok tulajdonképpen egy balra átot, tehát itt csak egy szépen egy balra át, így, és elindulunk arra fölfelé a városközpont felé, mert arra felé van Balatonfürednek a városközpontja konkrétan, és akkor szépen haladunk is előre felé, lányok és fiúk, tisztelt hölgyeim és uraim, ha gondoljátok, tartsatok velem fricivel ebben az újabb spontán, amatőr vágatlan sétálós értelmetlen gagyi videóban. Hát megpróbálom két kézzel tartani ezt a telefont, hátra úgy nem annyira fog táncolni a kép, de így is eléggé táncol, meg mozog. Pedig két kézzel fogom, konkrétan a
telefont, hogy azért stabil legyen valamilyen szinten. De hát, ahogy mondottam, ebben a régi okos telefonban nincsen képstabilizátor egyáltalán. És azért ilyen billegős az egész. Hát így is legalább erről is, így is legalább elárulhassunk azt, hogy tényleg gyalog vagyok. És tényleg ez egy újabb spontán amatőr vágatlan sétálós értelmetlen gagyi videó tőlem, Fricitől, ahogy már megszokhattátok. Hisz az én csatornámon többségében csak ilyen videók vannak. Ilyen spontán amatőr vágatlan sétálós értelmetlen gagyi videók. És nem is akarok ezen nagyon változtatni, ezen a struktúrán. Tehát ezen nem fogok változtatni, ez így marad, a örökké valóságig akár. Hát járjuk és ők, akkor szépen haladunk előre felé. Hát próbálunk két kézzel fogni ezt a telefont, de így is eléggé mocorgós lesz ez a kép, ahogy elnézem. Amúgy itt szépen újítsák ám fölfelé ezt a, azt hiszem ez szakközépiskola ittem, amit itt újítanak fölfelé, ha jól tudom, mert láttam én ezt még mielőtt elkezdték volna felújítani, de amúgy ha jól tudom, ez egy szakközépiskola, ami itt látható, amit éppen most kamerázok néktek, tehát ez tulajdonképpen egy szakközépiskola, amit itt láttok. Hát lányok és fiúk, és akkor szépen haladunk is tovább ebből a videóval. Hát közel ásátok, van forgalom, hisz vasárnap van. És akkor így van, és megörökítem ezt a felújítást. Ja, mert ez egy felújítás akar lenni tulajdonképpen, ahogy elnézem. Én szépen látom, fel fogják újítani. Amúgy ez a Losonczy Lajos gimnázium, nem mellesleg. Hát ez egy, ja, gimnázium, igen, oké. Akkor ebből is gazdagabb lett a tudásom. Ezt nagyon szépen újítsák fölfelé. És ahogy mondottam, ez a Losonczy Lajos gimnázium, ami most éppen itt felújítás alatt van. Akkor haladunk tovább. Hát lányok és fiúk, ha gondoljátok, tartsatok velem Fricivel ebben az újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videóban. Hát eléggé rezgős lesz a kép, eléggé csámborog az egész. Hát lányok és fiúk, ez már csak ilyen, konkrétan. Akkor szépen haladunk előrefelé konkrétan tulajdonképpen. Hogy elnézem, elég gyatra lesz a kép minősége is. Sőt, nagyon gyatra. Konkrétan. Hát lányok és fiúk, hát ezért bocsi, hogy ilyen gyatra lesz ez a kép minőség. Eléggé szarul néz ki, legyünk őszinték. Hát ja, eléggé gyengusz. És akkor haladunk szépen előrefelé, ebből az újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videóval, amit ezúttal itt rögzítek Balatonfüreden konkrétan. És próbálom két kézzel tartani a telefont, de így is eléggé táncolgatós az egész, így imbolyog konkrétan az egész felvétel. Hát szerintem túl sok videót nem fogok én ebből a telefonnal készíteni, ahogy én ezt így elnézem, mert eléggé siralmasul néz ki. Hát ja, eléggé gyér. Hát ja. Nem valami sokat érő. Hát mindegy, de ettől függetlenül föl fogom rakni én ezt a videót a csatornára, hogy azért legyen egy ilyen videó is a csatornámon konkrétan, amit ebből a régi okos telefonnal készítettem, ebből a Lárkkal, mert egy Lárk olyan okos telefon akar lenni, amit én annak idején, 3 évvel ezelőtt még a Tesco-ba vettem,
három évvel ezelőtt, ezt hangsúlyozom. Tehát nem mai telefonról beszélünk, elég öreg ez a telefon már. És ugye sajnos a minőség is eléggé siralmas, konkrétan. Hát lányok és fiúk, de viszont ahhoz képest egész jó széles látószöggel bír. Csak éppen nem erre találták ki, hogy videózzanak ebből a telefonnal, mert ez eléggé siralmas. Hát ja, és erre mit mondjak. Hát majd meglátom, amikor majd visszanézem a YouTube-on, hogy ez valójában mit is hoztam ki én ebből az egészből, ebből az öreg telefonból. De hogy elnézem, hát eléggé gány az egész. De hát jó van, hát legyen egy ilyen is a csatornán. Nem mintha minőségik volnának a videóimnak a felbontásai a csatornámon úgy összességében, mert eléggé siralmas a minőség minden esetben. Hát ja, hát eléggé gyatra. Főleg így, hogy borongós idő van, még napsütés sincsen konkrétan. Így eléggé gyatra az egész. És akkor haladunk előre felé. Közben videózok már ebbe az utcába, hogy azért legyen egy ilyen kép is. Azt sem tudom, milyen utca ez, de hát nem vagyok balatonfüredi lakos, ezt nézzétek el nekem. És akkor szépen haladok előre. Igen, tehát Noszlopi Gáspár utca volt az, amit előbb ahova bekameráztam. Mert az itt azért ki vannak írva a utcasarkokon a utcanevek. Itt Balatonfüreden legalábbis, amióta itt bóklászok. Tehát úgy nagyjából ki vannak írva az utcanevek. Tehát, ja, ez egy jó pont a Balatonfüredi önkormányzatnak a javára. És akkor haladunk szépen előre felé, és ott a háttérben már kezd kilátszódni a távolba a két tornyú vörös templom, ami egyébként Balatonfürednek elég jellegzetes épülete, hanem a legjellegzetesebb konkrétan, ugye a két tornyú vörös templom. Ugye az eléggé Balatonfürednek eléggé egy jellegzetes temploma. Hát a környéken más ilyen templomról nem is tudok, amilyen vörös színű volna, és főleg úgy, hogy két tornya van. Hát ilyenről aztán nem nagyon tudok itt a környéken. Ám bár Felsőőrsön van egy ilyen vörös színű templom, de az csak egy tornyú, és jóval kisebb. Azért ugye ez majd meglátjátok, mert már most is látszik ott a utca vége felé, hogy ott van a két tornyú vörös templom, tehát ott az utca végében. De amúgy az már főtéren van, tehát az már ott valójában Balatonfürednek a belvárosa, a Szent István tér, ahol a templom elhelyezkedik. Tehát ott látható a háttérbe ugye a két tornyú vörös templom. Hát lányok és fiúk, és akkor szépen haladunk előre felé ebből a videóval. Ugye az idő nem áll meg, így hát én se nagyon. Hát akkor haladjunk előre felé. Hát elég siralmas lesz ez a képminőség, sajnos. Hát nem a legjobb. Eléggé gyér. Hát eléggé gyatra. Hát ezt már elmondtam vagy 500-szor ebben a videóban. Ezért is elnézést és bocsánatot kérek tőletek, hogy ismétlem a szavaimat meg a mondataimat. De hát ezen sem nagyon tudok változtatni konkrétan. Amúgy ez itt a zeneiskola, az a zöld épület, ami ott a háttérben van. Tehát ez itt konkrétan a zeneiskola, ami ott most látható ott a háttérbe, amit éppen most videózok néktek. Tehát az ott a zeneiskola. És akkor szépen haladunk előre felé. Ebből az újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videóval, amit ezúttal itt Balatonfüreden rögzítek. Igen,
Balatonfüreden, hogy itt még úgysem nagyon rögzítettem videókat. És akkor itt is van egy-két érdekes épület, hát az ott egy maszek rendelőintézet, ott van egy, van bent egy fogászat abban a barac színű épületben. Hát lassan, de biztosan azért megérkezek a belvárosba, tulajdonképpen. Ugye egyre közelebb van már a két tornyú vörös templom, ahogy láthassátok ezen a felvételen. Ugye egyre közelebb érünk. És akkor haladjunk szépen tovább előre. Hát nagyon gyatra. Úgy gyerekek, elég gáz lesz ez, ahogy elnézem ez a videónak a felbontása. Eléggé gányul néz ki. Azért ezt a táblát megpróbálom, hogy hátraolvasható lesz. Igen, de vagy nagy fogorvos. Hát a közeliekkel nincsen baj, a közeli felvételekkel. De hogyha egy távolabbra kamerázok vele, hát akkor bizony látszik, hogy eléggé gyér a minőség. Tehát eléggé gyatra ennek a minősége, hogy így elnézem. Akkor szépen haladunk előre. Na, jányok és fiúk, és lassan, de biztosan megérkeztem Balatonfüred belvárosába közbe. Ott a háttérben már egyértelműen a vörös templom látható, ami ott a háttérben van. Hát lassan, de biztosan azért megérkeztem a belvárosba, a vasútállomásról, mert konkrétan ezt a videót ugye a vasútállomásról indítottam. És már itt vagyok a belvárosba. Mindjárt is meg is érkezek a Szent István térre. És szerintem, ha odáig kitart ez a videó, akkor szerintem ott fogom lezárni ezt a videót, a Szent István téren, a városháza előtt. Azt hiszem. Hát igen, itt már egyértelműen látszik, hogy az ott már jó kivehető, hogy itt vagyunk ugye Balatonfüreden, és az is jó kivehető, hogy az ott a két tornyú vörös templom. Ugye azért csak közeledünk a templomhoz, illetve a belvároshoz. Hát konkrétan már meg is érkeztem a belvárosba, Balatonfürednek a belvárosába. És ennyi tulajdonképpen. Hát amúgy már készítettem itt a belvárosba videókat a múlt hét folyamán, az akciósport kamerával. Nézzétek meg azokat a videókat, tudom, ott lesz majd egy kis hiba, ami elég nagynak tűnik, most ugye hangelcsúszás van ott meg, érdekes mód, pedig arra nem volt jellemző, hogy hangelcsúszás legyen. És akkor íme, itt vagyunk a vörös templomnak a szomszédságában lassacskán. És akkor ugye ott van szemben ugye a Szent István tér, és ez az épület, ami itt látható, tehát az az épület, ami ott van, az a városháza konkrétan. És akkor íme, itt vagyunk Balatonfürednek a belvárosába. Íme. Hát lányok és fiúk, még egy kicsit előrébb baktatok. És szerintem átmegyek a útnak majd a túloldalára. És ott a városháza előtt lezárom majd én ezt a videót konkrétan. És vagy folytatom ezt a sétát egy következő videóban. Remélem, hogy abban a videóban is velem fogtok tartani, a következőben. Hát lehet, hogy azt is ebből a telefonnal fogom rögzíteni, vagy lehet, hogy az akciósport kamerával, még nem tudom. De íme itt a vörös templom, amint látjátok, lányok és fiúk, tisztelt hölgyeim és uraim. És akkor itt szépen át is megyek a út túloldalára. Az ott is van egy szép kis platinás épület. Ott a háttérben az a pirosas. Ez egy gyönyörű szép kis platinás épület. Közben egy rendőrautó itt elhúzott előttem. És akkor itt szépen át is vegyünk ezen az zebrán. És
És akkor íme, itt vagyunk Balatonfürednek a Szent István terén, és ott van szembe a városháza, tehát ott látható szembe a városháza konkrétan, ez pedig itt a Szent István tér tulajdonképpen. És szerintem ezt a videót itt fogom lezárni, és itt fogom megköszönni a figyelmeteket, hogy ebben a videóban is velem tartottatok, ebben az újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videóban. És itt van Szent István királyunkról egy szobor, íme, tehát itt van Szent István királyunkról egy szobor is, és itt pedig itt van szembe a városháza tulajdonképpen, tehát ez itt maga Balatonfürednek a városházája. És akkor lassacskán meg is köszönöm a figyelmeteket, hogy ebben a videóban is velem voltatok, tartsatok velem majd egy következő videóban is, jöjjön hát az elköszönés! Most tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, ez egy újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen, gagyi videó volt, tőlem, Fricitől, ahogy már megszokhattátok. Ha tetszett ez a videó, nyomjatok rá egy lájkot, ha nem tetszett, nyomjatok rá nyugodtan egy diszlájkot, illetve írjátok meg a véleményeteket a komment szekcióba. Köszönöm szépen! Ennyi lett volna ez a videó, köszönöm szépen a figyelmet, a viszontlátásra, a viszonthallásra. Üdvözlettel, Frici, Balatonfüredről, a Szent István királytérről. Sziasztok!